A legtöbben így őrizték meg emlékezetükben Solymos Endre alakját. Kerékpárral rótta a várost, pedig egyik végtagja sem volt épp. A háború végén 22 évesen egy akna felrobbant a kezében, akkor vesztette el mindkét kezét, jobb lábfejét és bal lábszárát. A tragédia sem roppantotta össze, úszott, pingpongozott, a családi trafikban dolgozott. Feleségével 4 gyermeket neveltek fel. Fia, Solymos Ferenc úgy érezte, ha küzdelmes életét papírra veti, abból mások is erőt meríthetnek. Azért 4 művégtaggal együtt élni, az azért különlegesség, és úgy érzem, de rengeteg olyan dolgot tett, amit nagyon fontos volt, hogy bemutassak a közvéleménynek, vagy az ismerőseinek. Sajnálom, hogy a korosztálya már elment, de a fiataloknak is példaképet tudott mutatni. Solymos Endre a parasport meghatározó egyénisége volt. 1973-ban ő alapította a Mozgássérültek Vasakarat sportklubját, nem sokkal később pedig már versenyeket is szervezett. Akkor még úgy történt a tagságnak a szervezése, hogy Bandi bácsi az utcán, akivel találkozott, megszólította, így tette ezt tulajdonképpen velem is, és onnantól fogva a Vasakarat Sport Egyesületben elkezdtünk sportolni. Ugye nekünk a közlekedés az nehézség, ez Bandi bácsi felvállalta, hogy szállított bennünket. A könyvbemutatón Hende Csaba országgyűlési képviselő azt hangsúlyozta, Solymos Endre sérülten is teljes életet élt. Puskás Tivadar polgármester példaértékűnek nevezte kitartását, akaraterejét. Horváth József, pápai prelátus megingathatatlan hitét méltatta.